Torok Sándor képeit láthatja a nagyérdemű a Kunság fővárosában. A Karcagin György István Nagykun Múzeum legújabb időszaki tárlata 2013. május 15-én nyílt. A kiállítás megnyitón Györfi Sándor Munkácsi Mednyánszki díjas érdemes művész személyes hangú megnyitó beszédet mondott. Én Pakulajosnál ismertem meg, de először a levelet nyitottam, ami úgy kezdődött, hogy nagy jó úr, és akkor sorban vissza. Pajuk bácsi levele szintén kedves karátok, nagy jó úram, és sorban csodálatos leveleket, levelezést olvashattam tőle. Számára a barátság volt a legfontosabb, a művészeten kívül. Valahol a barátságot, az emberséget, és a becsületet tisztelte. Közülünk valahol a földi nagykunsági, tiszkunsági unok, új magyarok közül, és ezt az első pillanatban tudtam, hiszen amikor megláttam őt személyesen, szinte körülmérkezett a lábam, mert azt hittem, hogy valami rokonommal találkozom, aki visszajött egy másik lényből, hiszen a nagyapának a karakterét viselte, a mentalitását. Nagyapám testvéreit láttam benne, tehát egyfajta rokonságot találtam, és egyfajta szellemi rokonságot is. A családias hangulatú tárlaton jelen volt Láng Eszter, Torok Sándor özvegye is. Ugye említetted az utolsó éveit a betegségekkel. Annak ellenére, hogy én már betegen kaptam Sándor, soha nem az nyomta rá erre az együttélésre a bélyeget, hogy beteg lenne. Én soha nem tudtam igazából beteg embernek tekinteni, mindig egész embernek tekintettem, és ő mindent meg is tett azért, hogy ez így legyen. Rendkívül jókedélyű volt, sosem terheltem másokra a bajait, persze tudtam, meg láttam, meg hát ha ketten voltunk, azért csak más volt, de akkor is, amikor mentek például haza munkából, ott ült az asztalnál, ahogy az ajtó fele volt a széke, és látta, hogy mikor lépek be. És hogyha 3 órával később mentem haza, mint ahogy megígértem, akkor is, amikor kinyitottam az ajtót, akkor rám mosolygott, és örült annak, hogy beléptem. És nem az volt, hogy na, hol voltál ilyen sokáig, vagy miért nem jöttél hamarabb, hanem ezt ígér, annyira vártalak. Rideg István nyugalmazott középiskolai tanár Körmendi Lajos és Torok Sándor barátságát elevenítette fel. Én valóban Körmendi Lajos révén ismertem meg Torok Sándort, a Körmendi versek révén, aztán a Torok Sándor levelek révén, és voltam egyszer egy kiállításán is, és egy ilyen író-olvasó találkozó élén is. Tehát innen nagyon jól ismerem a képek árnyéka közös könyvünket, amikor is a képre ír Körmendi verset. De volt ám ez fordítva is, a Kutyafánál, ami szintén egy csodálatos kötet, ott pedig a versre készít illusztrációt a festő. Hát közel 30 éves az ő barátság, ugye 70-es években kezdődött, itt Kisújszálláson, illetve le is ment Jugoszláviába, megkereste otthon is felmenni az első riportoknál őt. Csodálatos az a levélbeli humor, az a bensőségesség, ahogy írja, megszólítja. Én nagyon pompás barátságnak látom, azt hiszem, hogy a Körmendi Lajos életében ez a barátság volt, az, amelyik talán a legszemélyesebb, legbensőségesebb, legáhítatosabb is volt. Kölcsönösen nagyon tisztelték egymást, nagyon szerették egymást, aggódtak egymásért, és ez mind tükröződik akár az életművükben is, nem csak a levelezésükben. Torok Sándor festőművész 1936. május 13-án született a vajdasági Bácskos út falván. Szabadkán érettségizett,
majd a Belgrádi Egyetem közgazdaságtudományi karán folytatta tanulmányait. Festészettel 1958-tól kezdett foglalkozni. Első kiállítása 1962-ben Banja Lukán volt. 1963-64-ben a Szabadkai Népszínház reklámgrafikusaként dolgozott, majd 1964-től szabadfoglalkozású képzőművészként alkotott. 1966 és 68 között az Újvidéki Tanárképző Főiskola képzőművészeti szakának hallgatója volt. 1968-ban lett a Szerbiai Képzőművészek Egyesületének és a Jugoszláv Képzőművészek Szövetségének tagja. Többek között a Csurgói, az Abátszalóki, a Berekfürdői és a Hajdúszoboszlói művésztelep alapítója és vezetője. Részt vett a Bácskos útfalvi 9+1 képzőművészeti csoport munkájában. Az 1970-es évektől a Hortobágy festőjévé vált, a tájat élményein, impulzusain keresztül ábrázolta. Tájképfestészetében is rendkívül fontosak a színek. 2006-ban hunyt el Debrecenben. A kiállítás megnyitón B. Szabó András festőművész is idézte Török Sándor szellemét. És mondtam, hogy nekem az tetszik ebbe a te munkáidba, hogy te soha nem a tájat másolod szolgáljon, hanem a táj lényegét, a táj lelkét, a táj arcát, és ami a tájban benne van, energia. Mert hogyha most bármelyik képét ránézünk, akkor látjuk, hogy tehát ilyen vibrál az egész. És ha életről van szó, akkor az mindig energiával párosul. Tehát ezt a lüktetést, ezt az energiát, tehát én ezt szeretem nagyon Sándornak a képében, és ezt valami ilyesmit mondtam el. Ő az organikus világot ábrázolta, illetve annak a lényegét, de nem csak ami mögöttem rögzült a fűszálakat, mert például ilyen fűszálas képén azt mondtam neki, hogy figyelj, mondom, ez olyan, hogy tulajdonképpen ezt úgy nézem ezt a képet, hogyha mint a te idegszálainak a meghosszabbítását. Tehát annyira rezonáns, olyan finom dolgok történnek ezen a képen, hogy én ezt érzékelem. És a másik ugye ez a mikrovilág, de van a makró, tehát mikor az univerzumot ábrázolta, ugye ott a benti képek, nem voltam ott még benne, de tehát ezeket a, tehát az univerzumot, tehát a makrovilágot is nagyon szerette ábrázolni, és tehát hogy úgy mondjam, ezért, amit ő csinált, az jobban mondhatjuk úgy, hogy nem csak a magyar, hanem az egyetemes művészet része. És számunkra nem volt meg ez lényeges kérdés. Így van.